Unfield Shop. Pólók, pulcsik, bögrék, genyók. Link a leírásban. Na hát szavaztok, gyerekek, itt vagyunk a következő ETS2-ben, most már saját cégünk van, és, hogyha hallanám magam, most már hallom, szóval innentől kezdve ugye többet is keresünk. Azt mondja, hogy kilométerenként itt 22,46 eurót kapunk. Yes, úgyhogy ezt fogjuk vinni, ugyanis itt vagyunk, úgyhogy kolbászt fogunk vinni, 17 tonna kolbászt fogunk vinni. Errefele még nem voltunk, azért megyünk erre. Catanzaróba, vagy Catanzaro, nem tudom. Úgyhogy itt a mi kis kamionunk. Nagyon kis kafi, tök tetszik nekem, úgyhogy, ja Istenem, csak be akarom ám állítani. Úgyhogy be van indítva a kamion. Azt mondja, hogy egy kis fényt pakolunk. Most akkor induljunk. Most azért ez más. Hú, majdnem összetörtem, nem tudtam, hogy bent állok a garázsba. Azért ez más, mert mégiscsak a miénk. Várjál csak, nem is erre megyünk. Meg kell szokni a kiállást. Hát figyelj, elképzelhető, hogy el fogunk aludni. Az a helyzet. Ja, de várjál csak. Én rosszat csináltam. Mert ahova nekem mennem kell, ezt muszáj lesz lemondanom, nem tudom, hogy mennyit. Nem tudom, hogy mennyit fogok érte szopni. Mármint bocsánat, hogy így mondom, de most egy kicsit kicsit főküdtem magam. Azt mondja, most benne vagyunk egybe. De nekem ahhoz ide kell mennem, hogy innen vigyem a cuccot. Ugye az nem feltétlen jó. Ajajajajajajaj. Kiinduló pontos kéne nekünk. Ez van most jelenleg a GPS-be, de ezt vissza tudom még mondani? Hogy van? Mert nem az kéne, hogy itt kéne, hogy legyen. Nézd meg! Hát nem itt kéne lennie, hogy figyelj már, neked még... mit tudom én? Látod, mert Tarantóból nekem valahova tök messzire el kell mennem. Ahhoz, hogy én fel tudjam venni ezt a pótkocsit. És én ezt mondjuk nem feltétlen tudtam. Érted? Most jönnek? Nem ezt? Bocsánat, kicsit most meg vagyok zavarodva. Elengedtek? Nem tudom, hogy jön-e valaki. Megy itt minden most. Na, most az a bajom. Ezt állítsd már le. Hogy... nekem most tök messzire el kéne mennem. Komolyan nem tudom ezt elállítani? Hogy felvegyem a fuvaromat, ami addigra le is fog járni, amire odaérek. De ezt még ilyenkor visszamondhatom? Ajajaj, srácok. Vannak itt most problémák. Ajajaj. Világtérkép. Aha, mert az egyébként nincs is olyan messze, csak azért mégis. De közelebb nagyon nincs. Ez az, ami közelebb van. Csak az a baj, hogy addigra itt ennek már vége lesz. Mindegy, oda megyünk. Oda megyünk, srácok, mert az van még közelebb, amit itt nézünk. Viszont itt fogalmam sincs, hogy milyen izék vannak. Vállalkozói fuvar. NP. Mondjuk ez sem rossz. Vigyük inkább ezt. Akkor menjünk oda. Beállítás célállomásnak, akkor gyakorlatilag még ezt nem is mondom le, úgymond. És ez közelebb is van, ja. Jó. Akkor inkább oda megyünk, bocs, csak... hát most ez nekem új helyzet volt, új szituáció. Úgyhogy igen. Na mindegy, most már tudjuk, hogy csináljuk. Ó, nem is kell most olyan nagy ívbe fordulni. Azaz. Erre jövünk, ugye? Igen, mert itt lesz valahol.
találtunk autókereskedőt is, vagyis hát kamionkereskedőt. Jó van. Akkor bocs, én voltam a hülye. Viszont most már azért... Na, maradjon már úgy. Nézd meg. Jó, így hagyjuk akkor, elengedjük ezt. Akkor megyünk ide a... Azt mondja, hogy nem is olyan messzire. És akkor felvesszük ezt a fuvart. Mert ja, felvesszük, ugye felvettünk már egy alkalmazottat, miért nem megyek? Nem nyomom a gázt. Tehát felvettem egy alkalmazottat is, úgyhogy már dolgozik is nekem egy csajszi. Megnézzük majd ő, hogy dolgozik, de remélem jól fog. Minden fuvarból valami 350 eurót kér, vagy mennyit. Úgyhogy nem olcsó, viszont nem is olyan nagyon durván drága. Úgyhogy ő lesz így elsőre, aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Mennyire leszünk vele megelégedve. Ja. Hogy megyünk? Így megyünk. Most itt az index az elmarad. Oké. Nyugodjunk meg először is, mert most én nagyon parázok itt valamitől. Nem is tudom, hogy mitől, de parázok. Szóval mindegy, az a lényeg, hogy ide érkezünk. Hol tudunk itt bemenni? Itt tudunk bemenni. Olyan fura, hogy nincs mögöttem pótkocsi. Ja. Oké. És akkor fel is vesszük gyorsan ezt, mielőtt elmenne. Vagyis hát lejárna maga izé. Felvesszük, és akkor el is indulunk vele. Most tényleg sok mindenen gondolkodok közben. De várja, mert nekem oda be kéne állnom. Igen, szerintem nekem oda vissza kellene állnom. Oké, visszaállunk oda. Hogy mondja nekem, vagy ott egy entert kell nyomni, vagy valami ilyesmit. Aj, de új még ez. Oké. És akkor keresd pénzt saját cégednek. Így van. 23, ez kell nekünk. Az kell nekünk. Pótkocsi készen áll, ott is a pótkocsi, nagyon jó. Felvesszük és el is indulunk. Bocsánat, csak most kicsit meg voltam zavarodva. Én nem is tudom, hogy pontosan mitől, de úgy unblock mindentől. Ú, de gyors így ez a cucc. Hogy nincs rajtunk izé pót. Oké. Erről az oldalról bőven jók vagyunk, onnan is. Jó. Oké. Right. Fel is van emelve, akkor el is indulhatunk a mi kis pótkocsinkkal. És akkor ugye elkezdhetjük keresni a pénzt gyakorlatilag a saját cégünknek. Picit többet is keresünk, meg ilyesmi, úgyhogy ez itt teljesen szuper. 9 óra 8 van. Közepesen fáradtak vagyunk. Úgyhogy majd aludni is kell, ilyesmi, de most először ezt leszállítjuk, ezt a fuvart. Itt azt mondja, hogy egyenesen menjek tovább, hát én megyek. Leszállítjuk ezt a fuvart, aztán utána gondolkodunk majd azon, hogy alszunk, megnézzük a csajszival mi a helyzet, ő hogy áll a dolgaival, elkezdette már dolgozni, meg ilyesmi. Elvileg magától fog, úgyhogy nincsen vele nagy probléma, de azért na. Oké, itt szépen ugyanúgy körülnézünk, mint eddig. Senki se onnan. Kicsit nagyobba fordulunk ki, de annyira nem is kell. Én azt nézem, hogy hát ennél egy, talán egy picit kellett volna szélesebben kifordulni. És akkor ugye figyelünk az üzemanyagra, mindenre, mert most már mi tankoljuk a cuccot. A kamiont. Úgyhogy igen. Figyelünk arra is, hogy ne károsodjon, ne menjünk neki semminek. Mint ahogy eddig is. Talán egyszer történt egy olyan, hogy neki mentünk valaminek. Na, tehát egyszer se kéne neki menni semminek. Úgyhogy így fogjuk csinálni a cuccunkat, a dolgunkat. 1389 liter üzemanyagunk van. Ezt így kaptuk. Gyakorlatilag így kaptuk meg a kamiont. Úgyhogy egyelőre még nem kellett tankolni, de mondjuk azt néztem, hogy nem is olyan vészesen sok
amennyibe ez kerül. Meg hát ugye most az is tök jó, hogy arra is tudunk nagyon figyelni, hogy nehogy megbüntessenek minket ilyen felesleges hülyeségekért, mint például azért, hogy hát mi gyorsan hajtunk. Úgyhogy ilyenekre is tudunk figyelni, gyakorlatilag mindenre tudunk figyelni, minden a mi kezünk alatt történik. Hogyha arról lesz szó és megy az üzlet, akkor felveszek még egy embert, veszek neki még egy kamiont, és hát egyet veszek neki, csak hogy azt akkor tényleg. Oké, így, né? Aha, és akkor már én veszem saját magamnak gyakorlatilag a tiketet is, meg mindent. Úgyhogy kezd izgalmassá válni a dolog. Most már tényleg minden magamnak dolgozik, mit tudom én. Úgyhogy jók leszünk, srácok, jók leszünk, saját céget faszán fogjuk irányítani. Csak kell egy kis idő, amíg... hát, amíg úgy beáll a rendszer, meg mit tudom én, tudjátok ti jól, hogy mire gondolok. Basil Kata, vagy nem tudom mi volt kiírva. Úgyhogy egyelőre innen lesz a Olaszországból lesz a... az össze-vissza vándorolás, de aztán szépen lassan én szeretnék kifele terjeszkedni, hogy hát mégiscsak nemzetközi fuvarokat tudjunk vinni, ne csak így városon, vagy országon belül, hanem igenis, mit tudom én, el tudjunk menni akár Olaszországból, Franciaországba, Angliába, tehát hogy hosszabb fuvarokat is tudjunk vállalni, jó pénzért, és akkor ott azért vannak szünetek, szeretnék streamekben játszani, srácok, nem tudom, hogy ti szeretnétek-e, így kommentben írjátok már le, hogy streamekben csinálni, amikor már úgy állunk, hogy kurva hosszú fuvar tudunk csinálni, és közben ugye tudunk beszélgetni, mit tudom én. Kicsit gyorsan mentünk, úgyhogy picit lassítunk. Úgyhogy nem tudom, hogy ti azt szeretnétek-e, de szerintem tök jó buli lenne, úgyhogy írjátok már meg itt nekem kommentbe, hogy ti mit szólnátok ilyenhez, és tényleg azt csinálnánk, hogy mit tudom én, leülnénk, és akkor nyomnánk ilyen nagyon, ilyen 1000-1500 kilométeres fuvarokat. Szerintem az tök érdekes lenne, meg kommentelnétek, én közben tudnék válaszolni rá. Szóval közben meg tudnánk beszélgetni is gyakorlatilag. Remélem, hogy nem fog nagyon elaludni a csávó addig, amíg nem érünk oda. Még vissza van 210 kilométer. Úgyhogy remélem nem igazán szeretne ő még elaludni. Sávot ugye nem kell váltanom, mert leválik erről egy, így van, akkor mehetünk tovább ebben a sávban. Jó ez a kis Volvo kamion, szerintem kellően erős. Szépen néz ki belülről ez a vajszínes dizájn, ez nekem tök tetszik. A tükrök tök jól néznek ki. Úgyhogy alapjaiban egy tök jó kamion, ami igazából nekem teljes mértékben megfelel. Itt van megint egy Polizia. Hát szép kis Lamborghini volt. Úgyhogy igen, csak most meg kell szoktam ezt a kamion, mert picit össze-vissza billegek vele. Aztán reméljük a csaj jól fog dolgozni. Termelje nekünk szépen a pénzt. Mert ugye a hitel az nem is tudom 4000-5000 naponta ugye. Nem tudom most hány, vagy mennyibe kerül, majd ezt mindjárt megnézzük. Mert azért az nem kevés pénz, 4000-5000. Nem? Hát most én ezzel a fuvarral gyakorlatilag 4 óra alatt keresek 7000 eurót nagyjából. Ugye, de azért ott van az, hogy üzemanyagköltség, mit tudom én, tehát egy 2-3 fuvart, ha csinálok én csak. Mitől várja? Most vegyük azt, hogy 2 fuvart csinálok, ami ennyi pénzt hoz. Az azt jelenti, hogy ilyen 13-14 ezer. Jó, legyen 13 ezer euró, inkább kevesebben számoljunk. Naponta a csajszinak is kéne mondjuk egy 10000-et hoznia, de mondjuk azt, hogy a csaj csak hoz egy 8000-et, úgyhogy levontuk belőle azt, hogy pénzt kap. 8000-et az ugye akkor 21000, abból lejön egy 5-6000 a hitelre, 15000 naponta ami profit, 10-15000, az egyébként nem rossz szerintem, de azért jó lenne még többet termelni ki. Ugye szépen, ahogy lépkedünk felfele, úgy egyre jobb és drágább megbízásokat kapunk. Egyre, mitől törékenyebb rakományokat vihetünk meg ilyesmi, úgyhogy szerintem az teljesen jó. Egyébként még a tankolás az most nem is tudom, hogy volt, de az biztos, hogy még
2700 kilométert le tudunk vezetni. Tehát tankolásban elég jók vagyunk. Olyan szempontból, hogy hogy azért az mondjuk azt, hogy jól fogy, jó ritkán fogy. Azért 3000 kilométert meg tudunk egy tankkal tenni, ami nem is tudom, hogy mennyi pénzbe. Úgyhogy ezt majd az első tankolásnál fogjuk látni, hogy pénzbe ez mennyibe kerül. Úgyhogy szépen akkor el tudjuk osztani, hogy nagyjából egy fuvar mennyi benzinköltséget viszel, mennyi autópályadíjat viszel, ilyesmit. Úgyhogy teljesen szuper lesz ez, rájövünk szépen mindenre. Úgyhogy így, igaz, minden kafi lesz, jaj, de megcsúsztunk lefele. Azt mondja, hogy még 136 kilométerünk van, srácok. Aztán a videó végén, vége fele még ránézünk a csajra is, hogy tényleg elindult-e, vagy mi van vele egyáltalán. Mert én örülnék, hogyha ő már dolgozna, nem pedig csak állna, azt nézne, hogy hozza a pénzt, csinálja-e a pénzt. Aztán nekünk utána le kell feküdnünk, és az azt jelenti, hogy azt hiszem 8 vagy 9 órát fog aludni. Szóval, hát éjszakai lesz a következő rész. Éjszaka fogunk valamit vinni, amivel nincsen semmi probléma, én szeretem. Sokkal hangulatosabb szerintem ez a játék éjszaka, nem? Valahogy van egy ilyen tök jó feelingje. Aztán mindenkinek más tetszik, nekem igazából tetszik ez éjszaka is, nappal is. Úgyhogy igen, eső is. Eső, milyen régen volt már eső, nem? Nem is tudom, melyik részben volt utoljára eső. Na mindegy, viszonylag régen volt. Mindjárt egyébként teljesen lefáradunk. Azt mondja, hogy Catanzaro vagy Záró felé megyünk? Vagy hova megyünk pontosan? Nem is tudom már. Na majd mindjárt ránézünk, de mi itt le fogunk pördülni. Azt mondja, hogy itt még nincs sáv. Hol lesz itt a lefele sáv? Ja, az csak itt szépen lekanyarodik? Akkor jó. Akkor nyomhatjuk neki igazából. Á, mondjuk annyira nem. 70. Mi azért picit többet lassítunk, ne legyen probléma. Alright. Úgy szépen vezetjük a cuccot. Egy kilométer múlva itt van egy benzinkút, de az most nekünk nem kell. Kicsit gyorsítsunk rá a dolgokra. Hoppá. Oké. Szépen lehagytuk. Pedig ő pót nélkül van, csak szegénynek le kellett fékeznie, mert jött egy személyautó. Na, de jók vagyunk. Jók vagyunk, időben vagyunk, 1 óra 23 perc még a menetidő, amíg odaérünk. Hát itt lejjebb megyünk egyen, nem? Vagy nem? Várjál csak. Á, nem kockáztatunk. Ja nem kockáztatás. Ez össze-vissza megyek itt, de nekem ez a sáv jó teljesen. Mert ugye a legszélsőbe kell menni kamionnak, csak nem tudtam, hogy az csak a kanyarodásnak nyílt, vagy amúgy is van. Na, itt egy alagút megyünk át. Első alagút átmenésünk ezzel a kamionnal, srácok. Ez egy történelmi pillanat. Tök jó ez a kamion, tök tetszik. Szerintem tök ilyen prémium hatása van belülről is, nem? Ilyen rohadt jól néz ki szerintem. Azért a busz az mehet 100-zal, az kenni neki, mint a disznó. Mi azért annyira nem kenhetjük neki. Ezzel a 80-as tempóval azért a világot nem váltjuk meg. Kezd ásítozni a csávóka. Nagyon kezd ásítozni. De legalább még a szemét nem csukta le. Mert az a szar, amikor így lecsukja a szemét lassan, azt vissza. Fú, az nagyon rossz. Fú, de rossz úgy. Mondjuk azért még van egy jó óra, ami alatt azért még párszor lecsukhatja a szemét. Na most hogy vannak itt a sávok? Hogy fogunk jönni? Itt azért már kezd sűrűsödni a forgalom is. Nem tudom, hogy hány sáv lesz nekünk, amiben jöhetünk. De mindegy, mi abba bemegyünk, amit csak először látunk. Nem fogunk ezzel problémázni. Szépen lassan lassítunk. Türelmesek vagyunk. Hát ott is látok kamiont igazából. Itt mindenhol mennek kamionoktól elkezdve minden. F-
fizetős útszakasz. Rajtottál az útdíjat, a szakasz végén kell fizetned. Hát ez a 30 km szerintem ilyen 8-9. Nem is tudom, hogy mennyibe fog ez nekem itt kerülni. Gyere be! Gyere! Oké, okay, beengedtük, mert eléggé jött. Ja, nem kell nekünk? Ja, nem. Megint. Ezek tök megzavarnak, mert azt hiszem, hogy ez az egy sáv fordul, és akkor az a másik kettő megy egyenesen, de nem így van. Nekünk erre kell mennünk, he. Most jövök rá. Jó van. Hú, már nagyon kritikus szakaszba lépett az alvási stádiumunk. Úgyhogy kicsit sietünk. Még a beparkírozás lesz gyönyörű. Az első parkolásunk az új kamionnal. Húha, itt aztán nyomni kell neki, mint a disznó. Azt mondja, még 27 percet bírjál ki, meg a parkolást, azt megyünk, pihenünk egyet, alszunk. Nem is tudom már, hol lehet aludni. Csak izén lehet aludni? Kamionos... Vagy benzinkúton? Nem is tudom. Ennyi volt a fizetős szakasz? Az igen. Ezért volt értelme. Igen, picit sietünk valóban, látjátok. Itt fizetünk. Jó, ez a sáv nekünk bőven. Na mennyi lesz? Egy 8 eurónál több nem lehet. Sőt, szerintem egy 5. Rablás ez. 6. Údi kifizetve. Óha! Kezd aludni a csávó, mindjárt hallod? Azért sietünk most. Megpürküljük neki. Ja, semmi. Oké. Azt mondja... nekem mindenképpen erre kell mennem, arra úgyse tudok. Jó. Tehát... akkor itt csinálunk egy... Ó, de szép nagy körforgalom, ezt hallod-e? Ú, mi ez? Nem is körforgalom, vagy az csak olyan furán nagy, nem? Ú, de fáradt. Jó van, azért nem menjünk neki semminek. Sőt. Oké. Azaz. Jó van azért. Itt se voltunk még, úgyhogy ez is egy tök új helyszín számunkra. De kíváncsi vagyok, a csaj elkezdette már dolgozni. Tök kíváncsian várom már, hogy lássam. Hozott-e valami mányit? Remélem hozott már valami pénzt, mert... Ó, oh, itt lesz egy benzinkút, de jó, akkor itt majd tudunk aludni. Pihenő helyen tudunk, benzinkúton nem tudunk aludni. De itt is tudunk, ott van kint a kis... izé, hogy tudunk ott aludni, jó van az. Nem nagyon kéne olyan gyorsan menni. 50 a sebességhatár. Nagy, 3 km is megérkezünk. Oké. Okay. Szépen bedörgetünk. Ajni. Azaz, csak ne akadjunk el. Jó, bőven nem akadunk el. Oké. Okay. Hát itt még nem voltunk, srácok, ez egy elég nagy városnak tűnik. Nem tudom, hogy látjátok, hogy jövünk felfele. Mondjuk miért ne látnátok? Szép nagy kikötőváros talán? Ja, olyasminek tűnik. És ide a kikötőbe hozunk egy konténert gyakorlatilag. Hát jó van már az a 40-es tábla, hát muszáj nyomnom neki. Hát, hogy felérjünk. Nehogy már. 40-es tábla itt. Kezdesz fáradni, jaj. Annyira még ne kezdjél nekem fáradni, mert hülyét kapok. Oké. Okay. Gyorsan akkor ezt pakoljuk le. Ezt ott tudunk is aludni. Ó, de jó. Nem is kell oda visszamenni. Azt mondja. Itt befordulunk. Munkaközvetítő, munka... Ó, majdnem elvittük. Munkaközvetítő hátán. Már találtunk jó párat, ami jó lesz. Szükségünk is lesz rá. És valóban egy konténert hozunk ide. Alright. Meg is érkeztünk. Na, hát azért... Most jön a...
jó része. Szerintem itt csak simán le kell rakni, nem? Aha. Elnyomjuk. Szerintem itt most akkor visszatolunk. Visszatolunk, mert oda kell bepasszírozni. Oké. Na, nyomjuk. Hova kell? Csak simán be kell egyenesen állni, nem? Nem volt semmi izé. Nem itt van, a következőnél lesz, ugye? Vagy nem? Nem. Basszus, az előzőnél volt. Jó van, nyugodj már meg. Hú, ez így már érdekes. Basszus, annyira nem látom ezen a kis térképen. És tök jó lenne nem neki menni ezeknek is. Á, ott van. Húha. Na, oda, hogy a szarba tesszük be. Azon kívül, hogy sehogy. Ha nem akarsz bajlódni, hát figyelj, srác. Hát figyelj, egyszer megpróbáljuk. Nagyon fáradt a csávóka, de ez van. Azt mondom, hogy egyszer egy kicsit még távolabb kéne menni. Most egy próbát megér, nem? Ezt utána maximum azt mondjuk, hogy hát ez nem sikerült. Jó van már? Mindjárt nyugodjál meg. Oké. Szépen most egyenesen kéne. Már itt izgulok minden miatt. Nem is tudom ezzel, hogy kéne így egyébként beállni, így még soha nem álltam be. Biztos nem így. És amint átlógott, talán most kezdem el becsavarni. Hát, ez így jó és szép, csak így nem tudom lerakni. Oh my gosh, pedig ez bent van, csak ez így neki nyilván nem jó. Egyenesen be kellett volna állni a rákba, vagy mi? Hát figyelj! Arra tekintett, hogy a csávó is nagyon fáradt, de látjátok, hogy hogy állunk jelenleg. Arra tekintettem, meg arra, hogy nem akarok most ezzel nagyon szívni. Még egy próbát teszünk. Ne adjuk fel ilyen könnyen. Hát, te mindjárt elalszik, szerencsétlen. Nem akarom ám ezt ledurrantani a zsírúj kamionommal. Nézd meg, így. Hoppá. Hú! Jó van. Oké. Azaz. Jó van, baby. Na nézzük. Nem jó nektek? Nem szivatsz, hogy fordítva kellett volna? Nem. Jó. Hú. Meghoztuk. Meghoztuk így, hogy nagyon fáradt volt, nagyon izé volt, kiválóként. Kircsi. 7030-at kaptunk. Ah, és negyedik szint. Ami azt jelenti, 431 TP-t kaptunk ért, az nagyon jó. Itt most gyors fejlődések lesznek. Én azt mondom, hogy menjünk rá arra, hogy nagyobb, még nagyobb távolság. Az azt jelenti, hogy már tudunk majd vinni. Mit tudunk vinni? Legfeljebb 550 km távolságú fuvarok. Az nagyon jó. That was good. Oké, nézzük meg a céget. 41 ezrünk van.
vagy Csajszika is hozott már, vagy Mizu? Úton van. Pihen. Távolságra vetített izé. Levezetett távolság 222 km. Távolságra vetített haszon 5,68. Átlagos napi haszon rajta az 420. Ja, hát még mondjuk gondolom egy fuvart nyomott csak le. Napi haszon. Ja, ez az egy fuvar lehetett neki. Nincs, de volt valami ilyen izé, sofőr... sofőrnapló, vagy valami ilyesmi. Várjál csak, hol volt az? Sofőrök. És akkor nézzük meg ezt a csajszikát. Sofőrnapló. Így van. Atlanti tőkehal filét. Hát most mi? Ez ilyen lófaszért vitte? Ja, mondjuk 85 kilométert ment csak, de hát az akkor is. Lánctalpat, Bariból Tarantó 137. Hát jó van. Jó van, csajszikám, csináld, aztán majd meglátjuk, hogy hogy dolgozom, mert szar leszel. Dobuk ki a rákba. Ez itt biznisz. Na jó van, srácok. Köszönöm szépen nektek a figyelmet. Hogyha tetszett, akkor nyomassatok rá egy lájkot, akár fel is iratkozhattok, Unfield Shop Facebook oldal, minden itt van a leírásban, aztán a következőkben is nyomjuk tovább. Veszettünk még, azt nézzük meg, hogy a bankban mennyit kell nekünk fizetnünk? 5788-at naponta. 70 nap, 70 napig fizetjük ezt, úgyhogy hát ez azért nem kevés. Úgyhogy nyomni kell ezerrel, mint a disznó. Úgyhogy nyomjuk is. Na, köszönöm szépen nektek a figyelmet. Pisztácia, és szevasztok! Yeah, 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 yeah.